viszont dicsőségnek számított. A zsidót ők nem lenél kezelték, hanem a zsidó az számukra szatma volt. Tehát amikor azt mondták, hogy jön a zsidó, akkor nem egy vallási, vagy egy nem tudom én milyen ilyen görbeorú embert kellett elképzelni, hanem egy szakma szárnak a képviselője. Igen. Viszont azt besapni szinte kötelező volt, és hogyha sikerült annak a becsapása, akkor az gyorsan elterjedt, és egyből egy ilyen hatalmas vádbelegetést adott a összes többi. Elmondom a nagyapám egyik trükkit. Ide a karika gyűrűjébe be volt akasztva egy nagyon pici kis tartály. Abba tiszta szesz volt. Aztán jött a zsidó, ez csak ő rá vonatkozott. Fokolták a bort, mert az szerint fizetett. És hogy csinált az öreg? Nem tudom. Egy cseppet bele a tiszta szeszből, mindjárt magasabb lett a borfoka. Mindjárt drágábban el lehetett adni. Igazából a zsidó saját rosszul, mert az meg tovább csapta, nem tudom én. Itt meg kötelező volt, mert hogyha valakiről megtudták, hogy erre képtelen, azt nem tartották komoly szakembernek. Tudom, hogy ez most egy kicsit valami visszásan hangzik, ez volt, és még valami, ha szintén jött ez a bizonyos nagykereskedő, és azt mondta, hogy pirosor hónapra kellene, mit tudom én, 100 hektó fehérbor, de éppen csak vörösbora volt. Mondta az öreg, hogy itt az országban senki nem tud vörösből fehéret csinálni, én tudok. Másnapra volt fehérbor, ugyanabból. Na, ez csak ilyen érdekes a legjobb. Lehet, hogy ma már ezt De ezt mondom csak egy irányba. Nem szép, tudom, biztos nem szép, de... Azóta megfordult a tendencia. Megfordult a tendencia. Lesz mit vágni. Köszönöm szépen. Kérdezzetek, hogyha van borral kapcsolatban van kérdésetek. Én kérdezek szívesen, de a sietsz akkor már nem. Nem, mert még... Jó, annyi, hogy látod, mert még egy fiatal nő vagy, tehát még sok van a szakmában. Nem középkorú? Most nem 20 éves. De nekem a... Én 17 éves koromtól 35 év alatti nőt nem is láttam, tehát hogy nem is érdekelt, meg nekem észre se vettem. Tehát, hogy nekem a középkorú hölgyek azok, akik már be vannak érve, normális gondolkodásuk van, nem a csili-csári hülyeségek érdeklik őket, talán ez igazából bó. Tehát, hogy hogy látod magad 10 év múlva, két lányjal, szakember, piac, magyar piac, belföldi piac, külföldi piac, mennyire vagy bizakodó, nehézségek ellenére, hogy látod önmagadat 10 év múlva? Hogy tudnád elképzelni magadat? Én mindig optimista voltam. Gyerekkorom óta valahogy így mindig ez az életvidám, optimista, előre tekintő ember voltam, és hát én még hogyha probléma is van, nem dugom a fejem a homokba, tehát ne értsetek félre, viszont az alkalmazkodás képessége az megvan nálam. Tehát mindig a helyzethez tudok alkalmazkodni, és abból a legjobbat próbálom kihozni. Az azt jelenti, hogy addig keresem az utat, meg is hozzák, mert általában én is az égi vezettetésben hiszek, és az a 80%-nál is szokott jönni, hogyha valami kérdés van, mint nálatok a szervezésnél. A gyerekeim nevelése azért fontos, hogy lássák és be is vonom. Én megmondom őszintén, hogy országvilág előtt én adok neki kóstolni bort is. Tizenvalány évesen ismerik a termékeket, sőt, nagyon jó kóstolnak. És én hallgatok rájuk is, mert hogy a fiatal generáció másként látja a helyzeteket, másként látja a dolgokat. Piackutatás is, abszolút, és őket belevonni csak úgy szabad, hogyha látják, hogy én örömöm lelem benne.
Tehát úgy nem lehet őket befogni, ugye a családi vállalkozásba, hogy oh, anya minden nap óriási, fáradt, semmire nem jut ideje, és hogy, hogy csak küzd, küzd. Tehát így, így nem lehet a fiatalokat belevonni abba a családi gazdaságba. És próbálom azt az örömöt nekik valahogy átadni, hogy még egyelőre nézegetem, hogy milyen úton tudnak ebbe segíteni, akár a gazdasági vonalon, marketing vonalon, vagy a szőlészeti vonalon. De valahogy én csak a jót látom, mert hogy ismerem magam. Még egy kérdés, csak hogy a mennyiséget értsék. A termés átlagod egy hektáron mennyi? Tudom, hogy a különböző fajták különbözőt adnak, és amikor én még a szocializmus óta is mennyiségre mentünk, akkor egy hektár 250 mázsát is tudott adni. Most már azért igazából ilyen 50-60 mázsákat is van, aki már olyan keveset csinál, hogy nagyon minőségi legyen, de ez nem azt jelenti, hogy valaki 100 mázsát nem tud, hogy te például nagyjából átlagban egy hektáron hány mázsát, és akkor légy szíves, hogyha szabad tudni, az összmennyiségű szőlő, hogy mennyit dolgoznak, és akkor körülbelül mennyi bor lesz, tehát az majdnem ugyanannyi, de azért nem teljesen, ugye a szárazanyagnak egy része kijön, hogy esetleg csak hogy egy számot, ha tudnál mondani. Én is kíváncsi vagyok, de itt nagyon nagy számokról van szó, 50 hektáron. 50? Igen. Hát a prémium minőség, például van egy olasz rizlingünk, amit később szoktunk leszületelni, hogy hajlamos a töppedése. Ott ez a 60, max. 70 mázsa szokott rajta lenni, de ezt tudni kell, hogy ez keskeny sortáv. Tehát már az új rendszer szerint van telepítve, ami azt jelenti, hogy a normál magyar hektárban 2000 tőke volt egy hektáron belül telepítve, a miénkben 5500. Szinkron tolmács, jó, mondom. Tehát a normál hektár a szocializmusban az volt, hogy elment mellette egy kis, egy traktor el tudott menni a sorok között. Nagy traktor. A régi gyalogszőlőbe csak gyalog tudtál elmenni. Tehát a két távolság ekkora volt. A mostan, amit ő mond, az azt jelenti, hogy egy kis traktor tud elmenni a kettő között. Kérdezhetek? Reduktív vagy holdos érelősi borokat is csináltak? Mind a kettő. És csak ezek a csakrás borok vannak, vagy... Nem, sokféle. Tehát én szívesen, mindenkit szívesen látok a pincénél, aki szeretne kóstolni és többet tudni. Rengeteg folyóborunk van ott helyben is, tehát szívesen... Jaj, de gyors ismertetőt, a reduktív és a holdos között. Ez nem mindenkinek van. Igen, a reduktív, ő frissabbak, ellenőrzött hőmérsékleten, általában alacsonyabb hőmérsékleten van erjesztve. Az azt jelenti, hogy 11-13-14 fok közötti erjedési állapotban van a bor, amiért megtartja a frissességét, gyümölcsösségét, savait. A hagyományos eljárás például az oxidatív érlelés az a hordós. Ott nincs meghatározva, nincs beszabályozva a hőmérséklet, az azt jelenti, hogy elmehet rossz irányba is, tehát nagyon-nagyon rizikós ma már, hogy ilyen eljárás csináljunk, de Tokajban egyébként ez normális, vagy a tokai eljárásnál. A vörösborok erjesztése is vagy beszabályozva van, de magasabb hőfokon, viszont a hordós érlelés jön utána nekünk, még megvannak a nagy 10 000 literes fakordóink. Magyar tölgy. Tehát ez, amikor oda valaki bejön és megnézi, ugye ásott pince, white pince van a föld alatt, mivel hogy nincs hegy, hanem valahogy meg kellett oldani annó az iskolának, és gyönyörű nagy tölgyfa hordók, darabonként 10 000 literes, ugye magasabb, mint az ember. Ezt mi felújítottuk, pontosan amiatt, hogy tartsuk ezt a hagyományt. És ez fantasztikus, tehát ez a hagyományos ászkolás. Magyar ászkolás, nem barikolás, mint a franciáknál, hogy gyorsítsuk a folyamatot, hogy ott a barikolásnál
kap egy külön ízvilágot a bor, vagy kávé, vagy vanília, vagy csokoládé. Igen. Hát igen, mert hogy olyan pörkölésű, de a mi számunkra ez egy mesterséges ízvilága a borban. Tehát nem hozza ki, nem marad meg a fajta jelleg, elveszíti teljesen például egy kabernét, nem érez az ember, hogy kabernét szóljon. És már divatból inkább. Ez divat, igen, ez a nyugattól átvett divat. Habár nyugaton most már ez kezd kimenni, szeretik ők is most már a fajta jellegességet visszahozni és a természetes ízvilágot. Magyarországon még majmoljuk a barikot, főleg ugye a villányi területen barikolnak a kollégák. Igen, és még az átlagtermést kezdtük el beszélni. Tehát a nem késői születelésűeknél? Ha nem késői születelésű, mi általában 150-170 mázsa per hektár átlagterméssel dolgozunk. Ez egyébként azért jó, mert a 250 mázsa, amit én mondtam, az széles nyomtávon volt. Tehát az már nagy traktoros sorokban volt, és ők már sűrűbb sorokkal vannak, tehát valójában ez arányba, ez már jó. Sőt, az is lehet, hogy ők direkt dobnak le, ezt csak mondom, adott esetben termést. Persze, a minőség érdekében. Tehát a szőlőt a meccés alapján terem valamennyit, és ők leszednek valamennyit. Hát már meccsen is úgy meccsünk. Már konkrétan fürtöket dobnak le. 5500-as tőke szám per hektár, ott előirányozná egyébként, hogy 300 mázsa is lehetne, ugye? Mert hogy sokkal több a tőke matematikailag. Viszont azért tartunk csak kevesebb fürtöt rajta, hogy a minőség megmaradjon. Tehát nálunk magas extrakt tartalmú, nagy testű, nagy alkohol tartalmú, fajta jelleges borokkal. Akkor milyen tőketelhelés jelent tulajdonképpen? Tehát, hogy tőkénként akkor mennyi egy ilyen fél kiló hetenre? Nem szoktam mérni a tőkét. Nem tudom, hanem azért több. De több, persze, de nem szoktam meg. Ez fajta és állatja, a hárslevelünk például ilyen fürtök vannak. Ott egy fürt fél kiló. az, de teljesen más, ugye az olasz legyünk bicike. Tehát ő teljesen más, úgyhogy ezt így nem lehet általánosítani, nagyon széles skálán mozgunk, hogy milyen. Segíts nekem, ha belész egy diszkontba, most szándékosan nem mondom a nevét, de már minden idén, látozok az ekkora szemeket, tehát mindegy, hogy fehérszőlő, vagy rózé, vagy vörös, mindegy, mit írnak rá, de ha leszedek ezt a megkóstolom, és akkor rejtve gyorsan el is dobom. Miért van az, hogy hát sem magnics benne, olyan érzés, amit egy rubicukról lennék. De levenni... Lehet, hogy abból nem esítették GMO-san. Hát ez biztos vagyok, mert nincs leve, nincs magja, és mondjuk rághatod, mint egy rubicukról, de csak kíváncsi, csak megrágom, tudom, hogy ez ócskaság, és eldobom ott a zöldségszemét. Igen, hát ez mint többi gyümölcsnél, és nagyon sok genetikai kísérletezés. Hát ezek csemeges szőlők, nem olyan nagyon, mint bószőlők. Csemeges szőlő, de ilyen a mag nélküli dinnye, hogy nincs benne mag, tehát ez számomra mindig... És nincsen, kocsonyás az egész, több egy zselétenni. Bocsánat, mondjuk már ki az igazságot, azért ahhoz kellettek olyan hülye vásárlók, mint mi. Igen, ez így van. Tehát, kibengedték a diszkontot. Tehát nekem aztán mondhatná bárki, tehát hogyha... Tehát amikor mi az esztétikát szúrjuk ki, és mindig azt értékeljük, és azt ajándékozzuk meg a pénzünkkel, mint vásárlók, most vásárlónak nézzenek engem. Tehát értjük, tehát hogyha egy szagos muskotájnak valamelyik fajtája, nekem is van olyan, olyan kis szemek is tudnak lenni rajta, de az mondjuk a legfinomabb sokszor, és stb. Tehát ezt igazából fegyvert nem fogtak a fejünkhöz, amikor ezt a piacot éltettük. Tehát ebbe is egy picit ki kell majd józan. Na jó, de azért ez hozzájárulám az is, hogy nagyon szeretjük az olcsót. Nagyon jó kedves. Tehát ekkora szemű szőlőt most bárki a piacon nézze meg, mennyibe kerül. De nézzétek meg a multit, miből élnek. Azt mondjuk, hogy olcsó. Én bármikor garantálom,
hogy az ilyen szemű szőlősz képes születkorodra elmennének, hogy szeretnének egy szatyor, vagy egy láda, vagy öt láda szőlőt venni, biztos vagyok benne, hogyha nagyon korrekt áron adja, hogy neki megérje, de tényleg korrekt, hogy tök jó megérje neki, akkor is én fél árat mondtam volna, hogy negyeden. Érti? Csepel. Csepel. Tehát azért nem a világ vége. Hát Csepel-sziget, de értik? Tehát hogy egyébként csak annyi, hogy a Árpád földje, és ott az ősidőkben is állítva a szőlőhöz sok köze volt, tehát hogy ott azt hiszem szőlő is a jel ott valami? Igen, van az ugye is. Ugye a színerébe benne van a szőlő is? És egyébként Szigetsép Budafokkal együtt telepítették még régen, és királynői birtok volt. Igen. Tehát nem lehetett, le is volt zárva. És aztán a bolgár kertészek telepedtek oda, és sok mindent, ugye halásztelek, szigethalom, nagy kertészeteket hoztak létre, tehát az egész Csepel-sziget, a szőlő, nem csak szőlő, hanem a gyümölcstermesztés, zöldségtermesztés dinnyét, ugye a bolgárok a dinnyét. Összőlő és összhektoliter bormennyiség. Milyen nagyságrendekről beszélünk? Hát, nagyságrendileg. Igen, most körülbelül 5000 hektoliter körül van. 5000 hektoliter, 1 hektoliter 100 liter. A pincében, igen, durván számítva, igen. Hát, ez 5000 hektoliter. De amikor úgy nagyon sok, most nem el is adtam a szőlőből, mint termés, mert van elég... Hát 500 ezer liter. Igen. Viszont volt már 25 ezer hektoliter is. Ugye amikor nagy piacra kell betárolni, akkor tudod, hogy ott nincs kérdés, ott be kell tárolni, és azt van, ami vörösbor például másfél-három évig ér velünk ezekben a portokban. Ami nagyon költséges persze. Na, tehát én ezért becsülöm nagyon a termelőket, mert megkötsz egy megállapodást, egy üzleti megállapodást évekre, és te gyakorlatilag arra kötöd meg, amit még nem tudsz. És neked honnan tudod, hogyha most csinálsz egy 5-10 éves szerződést, és elkezdődik, az első két év marha jó, aztán jön ez a chemtrail, meg az egyéb ilyen csodabogár, ami elviszi a felhőket, kiveszi a felhőket, kiszállítja a talajt, de neked a szerződésben ott van, ezt meg kéne szállítani. És te honnan tudod, hogy azon a tőké most lesz gyümölcs vagy nem? Vagy nálatok is a fán van-e gyümölcs vagy nem? Vagy nálatok is a búzából egyáltalán ki fog hajt, lesz abban mag, vagy ott 10 centire ott el is fekszik. Óriási felelősség, és azért is nagyon nagy felelősség, mert nem ti vagytok az időjárás manipulátorok. Viszont kiszolgáltatok minden terület, minden. Nekünk most szinte fele, ti nem tudtok fóliázni. De a fele termés volt az asszály miatt. Most az éten. A szerződésben nincs ilyen? Hát nincs, de ugyanúgy kell permetezni, ugyanúgy kell metszeni. A traktorból ugyanúgy kell tankolni, tehát... És az embert ki kell fizetni. Így van. Így van, úgyhogy a költség az ugyanúgy. Nem ugyanúgy. És az állam? Nem mindegy, hogy 300 forintos gázolajat tankolunk, hát vagy 700 forintossal. Nem mindegy, hogy 10.000 forintos nitrogénnel nitrogénezünk, vagy 40.000 forintos nitrogénnel. Iszonyatos, amilyen input ár emelkedésünk van. Csak azért ezt mondjuk ki. Mondjuk ki. Hát, hogy a vérköltség. Iszonyítom. A vérköltség. Ja, tegyük fel a kérdés, hogy az államtól, tök mindegy, hogy melyik rendszerben vagyunk, mennyi segítséget kaptatok? Bármelyikőtök is, mert szerintem semmit. De mi benne vagyunk az agrár környezet gazdálkodásban, de hozzáteszem, hogy mindig kicsit késve vagyunk kifizetve, tehát nem előre, mindig után vagyunk kifizetve, és... Hát nagyon sok mindennek meg kell felelni, csak azokkal a szerekkel lehet permetezni. Én is benne vagyok. Ami nagyon drága, csak olyan, ha be lehet szerezni, ezt hozzáteszem, mert hogy ebben az évben az se volt könnyű, és nagyon sok előírásnak kell megfelelni, tehát ez külön egy ember csinálja. Én nem tudom, hogy nálatok el a szőlészeknél be fog-e jönni, most jön egy játékszabálymódosítás játék közben, ami annyit jelent,
hogy az utolsó év, tehát a harmadik év altágénak a pénze csak akkor fog járni, nem tudom, szőlészeknél, gyümölcsösöknél, ha fix telepítésű öntözése van, vagy idén, nem, jövőre, bevállalja, hogy 23-ra fix telepítésű öntözést fog kiépíteni. Lehet ez nálatok szőlészeknél, ez nem lesz. Tehát tetszik érteni, aláírunk egy szerződést, megkötünk egy játékszabályt, ami elméletileg x évre jár, és akkor mondják közben, hogy kocsi, a játékszabályt most közben módosítjuk. Az az én egyéni szerencsém, hogy 15 éve fix öltözőrendszerem van, de akinek nincs, az nem fog mostan 10-20-30-40 millióért telepíteni, hogy még egy évet benne maradjon. Tehát hogy így működnek nálunk ezek a stabil, jogilag kiszámítható szerződések. És minél több hektáron, nagyobb milliók röpködnek, bármilyen beruházás van, tehát itt a traktor, kapacitás, egyéb más, bármilyen hozzányúl az emberre, több millió forint. Én egyébként már Pap Lajossal tárgyalni fogok, mert úgy érzem, hogy ő órabérben olcsóbb lesz a idény munkába, mint a írni, olvasni nem tudó, kisebbséghez tartozó, általam nagyon szeretett kaj. Kicsit mennyi élnél dolgozni állna? Kérdezzetek pillanatban. Javaslom, hogy egy kis szünetet csinálunk, és akkor tekintsétek meg. Még egy kérdés lenne, hogy hogy lehet hozzájutni? Itt is hoztam pár fajtát, illetve hoztam névjegyet, és lehet bármikor hívni, megbeszéljük, de nyitva van minden nap a pince, tehát van mintaboltunk is, jó áron. És én nagyon fontosnak tartom mindig a jó ár-érték arányt, mert nem az a lényeg, hogy egyszer vásároljon ott valaki, hanem hogy folyamatosan szeressen. Én nagyon gyakorlatos ember vagyok, és eredménycentrikus, de ebbe fogjuk megvenni a... Nekem aztán mindegy, hogy zsidónak hívják, vagy németnek. Egy kutya? Nekem bárkit meg kell tudnom venni. Tehát én bodond vagyok, tehát nekem a Vukics azt mondja, menni kell, nekünk ki kell nyitni azt a kaput. Tehát én szeretnék egy gyakorlati dolgot javasolni. Most lehet tőle vásárolni, tiszteljétek meg vele. Ha nem szeretitek a bort, biztos, hogy kiváló ajándék karácsony előtt vagyunk. Azért ez egy környékbeli bor, 50 kilométeren belül, ugye nem használ vegyszerezés. Amikor azt mondtátok, hogy vegyszerezés, az azt jelenti, hogy növényvédelem, és hogyha hogy mennyire mérgezik a szőlőt vagy nem, hát őnek ez nagyon sok pénzbe kerül. Tehát ő biztos, hogy a legkevesebbet fogja használni, amitől még a szőlő egészséges tud majd lenni, hogy egy egészséges jóbort csinálunk belőle, nem kell megijedni a növényvédelemtől, semmilyen gazdának nem érdeke erős mérget használni, hiszen vannak toxikussági vizsgálatok, senkinek nem érdemes többet költeni erre a dologra, és még egy dolog, annyit majd, ha ő megmondani, hogy mikor, melyik szőlő terem, kérjetek tőle névjegykártyát, vagy írjátok fel, a borszőlő kiváló érkezési szőlő is. Nem kell minden szőlőnek egy nagyon édesnek lenni, de a borszőlők is kellemes ízű zamatok. Én kimondottan a borszőlőket szeretem lenni, például a szagos muskotáj, és szerintem Miklós megkérem, hogyha itt van a közelben, és nektek nagyon sok ember innen valós, hogy egy borkostolót, egy pincelátogatás, higgyétek-e ennek a beszélgetésnek, hogy látok egy borkostolót, ez egy tök jó dolog, még én is elmennék úgy, én nem fogok bort, én nem iszok alkohol, de én nagyon nagy borkedvelő voltam, de nagyon szívesen elmegyek, mert érdekel az egész téma, és ha még azt meg tudnátok szervezni, hogy volna kedvetek egy ilyen kirándulásra tenni, azért ez a beszélgetés egy más súlyú lenne ebbe a dologba, szerintem érdemes lenne, és mondom, amikor terem a szőlő, menjetek egy 2-3 láda, pár szatyor szőlő, egy tök jó kirándulás is. Igen, azért 40 fokban... Nem tudja mindenkinek megmutatni a technológiát. Most nem is kell minden tudni. Nem is akar. Nézze, ha ön egy 10 000 literes hordót lát, az egy kuriózó. Olyan illata, olyan zamata van, de hogy hidéke, ez nem neki segítünk csak, önmagunknak is egy nagy. Kell mindig Horvátországban, meg nem tudom hova elmenni. Itt Csepelen a közelben milyen kis csodák vannak. Egyébként ki szokott a Csepeli önkormányzat engem bérelni. Augusztus 20-ai kenyereket mi ott készítjük el az egyik csapatommal. És a legkomolyabb augusztus 20-ai rendezvényt az Csepelen csinálják.
egy szabadszállási paraszt nő a szervező, a kultúrszervező, Ilonának hívják, Csikós Ilonának, az olyanokat csinál, hogy az megdöbbent. Olyan minőségű dolgokat csinál, ott nem tudom melyik téren, ugye a domboldalon valahol, úgyhogy a Cseper az egyébként felfedezésre vár, higgyék el. Ez nem csak egy munkás részleg, meg a cseperi gyáraknak a maradéka, hogy sok olyan dolog van, amit nem is gondolnánk, Árpád földjéről beszélni. Jó. Gyönyörű, Ránszkele is egyébként ott, az a terület nagyon egyre jobban felkapott most úgy látom, mert sokan oda is költöznek, ugye mert nyugodalmos, kicsit olyan gyerekeknek ideális, tehát sokan jönnek oda. Jó, lehető, hogy ezt irénybe veszünk ezt a látogatást. Én annak idején régen voltam a Sopron Gépfrankosban, az utcáról kellett bemenni, lemenni, és ott nagyon nagy élmény volt azok a kárban. Az ilyen mindig, nagy élmény. Azok is nagyon élmények voltak azok a borászok, illetve azok, akik ott nem voltak. Nem értettem, de olyan piros volt, mint a póló, és én nyugodtan ihattam mindegyik, és mondtam, igyál, de már vitelem az a segítünk. Az ötödik kóstolás után már nagyon jó hangulat. Semmit nem éreztem le. Ott hűvös volt. De kint az ajtón már ilyen. Akkor tartsuk egy szünetet, és akkor tőlük beszéljétek meg, és viszont. Köszönöm.